reggelt, YouTube! Ó, néztem a külföldi videósok, azok mindig így köszönnek, hogy hi YouTube! Na figyeljetek, olyan ötleteket kaptam tőletek, hogy megáll az eszem. Egy az, hogy nem tudom, hogy kell kés tartani, még mindig. Ilyen egérgombokkal tudok. Az egérgőgővel nem egérgombokkal, hanem így az 1-es, 2-es, 3-asra tudok. Mással nem. Egyébként valami nagyon-nagyon jó ötletet kaptam tőletek. Olyat, hogy csináljak lakóautót. És akkor nem kell izélnem, nem kell. Gyerekek, ezek zöldek voltak az előtt is. Csináljak azok, miért nincs kerekel, vagy pedig azért, mert távol vagyok. Csináljak lakóautót, azt írtátok. Meg vigyázzak azzal, hogy ha telihold van, akkor jönnek a zombik, meg ilyesmi. Jó, nem mi a franc. Na, egy kicsit itt mozgósítom magam, és akkor kinyírunk mindenkit, és akkor annyit csinálunk, hogy akkor szerzünk egy autót, és akkor abba fogunk élni. Ugyan nagyon hangos nekem itt a dolog, van a dolog. Ó, ez biztos, ezek keményebbek, katona bácsik. Nem, jaj. Annyira nem. Jó. Várjátok kötszer. Ezzel még mindig nem vagyok megbékében. Meg nem vegyek, hogy összegyek össze minden szart írtátok. Jó, oké, akkor nem fogok. Na, gyertek, barátom. Ott egy autó. Az az én autóm volt. Megörültem neki, gyerek. Na. Nézelődjünk. Gyerekek, írtátok, hogy miért nem tanulok meg egy játékot fúra, és utána kezdek el játszani vele. Ilyenkor mi történt vele? Mármint, hogy miért nem tanulom teljesen így frankon meg, és akkor tényleg, hogy mindent tudok pontosan. Hát épp azért, hogy nem. Most nem azért mondom, gyerekek, szerintetek mi a legnagyobb élmény a játékban? Az, amikor már mindent kívülről tudsz. Ez mi? Jaj, nem kell. Nem veszek fel azután 800 darab ruhát. Ja, mi az, amikor már mindent tudsz, és halálunalom, még tudsz mindent, tényleg, hogy erre van az, meg minden erre, arra, marra. Nyugi. Nyugi van. Ez mi? Katonai felső. Ez nem véd, ha jól tudom. Sose volt kapus, miért védene? Ez tök jó, hogy besztanulódik, gyerekek. Ó! Oh! Kell egy normálisabb fegyver, úgy érzem. Itt nem akarok idejönni. Körül sasolunk még itt az épületekben. Remélem jól láttok. Na akkor az a terv, ahogy írtátok, mert ti írtátok, hogy csináljak olyat. Gyerekek, ruha az annyi van, hogy ez megőrülsz tőle, komolyan. Mi ez? Azt hittem, hogy egy tár. Csináljam azt, hogy csináljuk egy lakóautót. Ugye autóra is lehet építkezni. Ebben a... mondhatjuk... új internetben már. Ez micsoda? Smoke granát. Gyerekek, erre nekem nagyon nem lesz szükségem, úgy érzem. Ha csak nem bulit akarok tartani. Ez mi? Fekete smoke granát. Ó, izé volt. Golyó állom ellen, ugye? Halljátok, hogy kell forgatni? Ha valami golyóálló mellényszerű. Ilyen taktikai mellény, golyóálló mellény. Ez micsoda? Sapka. Na ezt a sapkát inkább hordom, várjatok? Ez az, katonai cucc. És akkor felvett egy katonai cuccot, nem? Ha már egyszer. Új, izét akarok. Ninja cuccot, feketét. Fekete katonai cuccot, ilyen kommandós témát. Ha nézzük, elvileg akkor megvan mindenem. Ebbe lehet, hogy többet is lehet rakni, várjatok? A marhára nem, ugye? Várjátok, melyikbe lehet többet rakni? Ez úgy álltam ugyanannyi, ugye? Jó, hát akkor ez van. Kraftolok egyet gyorsan. Jó. És akkor már úgy nézünk ki, mint valami katonák, ugye? Franco. Hát, hopp. És ugye, nem teli hold van. Itt látok, a teli hold van, akkor elszabadul a pokol. Nekem most egy autót jó lenne szereznem. Valami jó nagy autót, aminek tudok bőven pakolni. Gyere ide! Jó? Az gyerekek, nem látok semmit. Úgy van zseblámpám szerintem, csak lehet, hogy akkor ugye... csapatszállítógépek. Ilyen van. Ezt tudom használni. Körülnézek még. Golyóállom mellé.
Ez nem tudom mi. Ez van. Ez van. A drót vagy mi volt az? Füstgránát. Gyerekek, ide érdemes eljönni lootolni, úgy érzem. Várjatok, ez lehet, hogy jobb, mint az enyém. Nincsen hely, pillanat. Ez lehet, hogy jobb, mint az enyém. Mit kéne kraftolni? Ilyen elsősegély dolgot. Ezt akkor talán lesz helyünk, de nem lesz pont helyünk. De lett jó. Na megnézzük ezt a, ez a táska, melyik az? A mostani táskám az, mi is az, melyik az, várjatok. Ez, ugye ez 1, 2, 3, 4, 5, ször 2, 4, 6, 7 slot. És akkor most én felveszem ezt. Wow! Sokkal nagyobb. Nagyon cool. Melyik a legnagyobb táska, srácok? Ilyenbe segítsetek már. Ja, és igen, hogy... Na, ezt felbontom, jó. Sötét van, gyerekek. Nézzük meg, van zseblámpám. Elvileg volt, úristen, basszus, gyerekek, van itt minden, mint a pucsokban. Ezt nem lehet így, vagy csak így lehet? Aha, ó, ez jó. És ezt fegyverre rá lehet szerelni, ha jól tudom. Ja. Itt vannak az autók. Nem tudom, milyen hosszú az éjszaka. Gondolom azért nem olyan rövid. Ezzel lehet ütni. Ha végül is, akkor miért nem? Szomjasak vagyunk. Nincs valami piák? Pia kéne meg kaja. Pia kéne leginkább. Volt elvileg valami ez. És ezt így nem lehet? Ja, így lehet. Tök jó. Oké, jó. Frankó gyerekek. Jaj, de jó! Zseblámpa bekerült így. És írtátok, nem használjak semmilyen dompot fegyvert, kivéve. Ez mi? Jó. Kivéve a baseball ütőt. Úgyhogy ezt meg fogom fogadni. Ezt most itt szeretném. Kettes, egyes. Ó, gyerekek, nekem ez miért nem akar így normálisan működni? Ez nem kell nekem ide, nem akarom. Hogy lehet innen kivenni? Ja, így. És ide nekem a zseblámpa kell. Ez az, ez az. És akkor egyesen a várt, kettesen a zseblámpa. Tökéletes. És akkor ezt lehet vezetni? Hú, ezt lehet vezetni, csak az a baj, nincs benyám. Hú, várjatok, én beszállok, megnézem, mi ez. Oda hátra miért nem lehet menni, tök jó lenne. Vagy hátra nem lehet menni, tényleg? Miért nem lehetett? Várjatok? Régen lehetett váltogatni, hogy hova akarsz beszállni. És már úgy látom, hogy nagyon nincs olyan. És itt az üzemanyag, csak ahhoz benzines kanna kell. Na jó, egy kicsit itt még vizsgálódunk, miért ne, nem? Gyerekek, onnan nézzetek? Itt is van egy ilyen APC. Meg ott van egy ilyen Hammer. Nem tudom, melyiket vigyük, ezt tetszene különben. Csak az a baj, hogy a hátulját nem lehet kinyitni. Oda lenne jó befakolnom, csak hát ez nem jó így. Na mindegy, majd akkor megnézzük. Jó, itt lootoltam. Végignézem ezt a katonai bázist itt éjjel, ha már egyszer itt vagyunk. Hát ez... Ja. Ez itt nagyon frankó körben. Csak amikor ütök, nagyon nem látok semmit. Remélem, ti láttok. Úgyhogy lakóautóba fogunk lakni, gyerekek. Ez mi? Scope. Ez jó, mert ezek kicsi helyet foglalnak. Smoke granát. Ez a smoke granátokat felveszem, aztán annyi használ lesz, hogy sem ennyi. Ilyenem van. Lehet, hogy a hammert fogom elvinni. Nem az ilyen APC-t, hanem a hammert. Ez valami hammer utánzat, mondjátok, ne azt ugye. Hoppa. Gyerekek, itt nem írtam ki minden. Jó, rá kell jönnünk, a zseblámpa az useless. Ugye? Használhatatlan. Azt a tornyot, nem néztem meg a tornyokat, megnézem meg, itt kinyírok egy-két embert. Ja, igen, itt még nem jártam. Ja. Teljesen jó. Ja, arra figyeljek, hogy teli holdkor valami történik. Valami elszabadul a pokol, úgyhogy arra kell figyelnem. Elnézést! És láttam, hogy nem mindenkinek tetszik. Jössz, vagy mi van? Nagyon nem szabad hátrálnom. A hátam mögött
Van a helikopterre szálló. Hú, kicsit parázok, hogy kinyit vanok. Ez micsoda? Hát ez ilyen harci kés, ez nem lehet rossz, csak nagyon le van amortizálódva, de meg tudnám javítani, várjatok? Elvileg nekem van olyanom, hogy hol van ez a harci kés? Ezzel meg tudom javítani. És akkor elvileg megjavítódott, akkor az inventory-ba egy kicsit kutakodunk. Ah, nem tudok, ezt hova rakjam. Ah, mennyi cucc! És ide mondjuk befér? Be? És hol van ez a harci téma késöske? Nem konyha kés, hanem a másik. Itt van a... Biztos jó, nem? Ó! Ott van egy M16-os. Nincs olyan hely. Eszünk, iszunk, elhasználunk egy kis cuccot. Most azt akartam mondani, elhasználunk egy kis helyet. De ez nem feri a valóságot. Oké, okay, ezt is. De elég ráhúzni a karakter, nem? Jó. Még kéne egy kis kaja. Ezek maguk, ezeket nem akarom felhasználni. Meg kéne ültetni, írtátok, hogy menjek a... Úgy gyerekek, ezek... Az a baj, hogy össze-vissza van itt minden. Szóval ide például férne még valami, csak nem tudom, ez mekkora helyet foglal. Úgy kéne elrendezni, értitek, egy értelmesen. És akkor oda csak befér. Nem, oda még mindig nem fér be. Akkor mondjuk ezt átrakjuk ide. Látjátok, így lehet rendezgetni frankon. Nem tudom, ilyen nem, volt ilyen rendszer már elég sok játékban, régebben is. Hogy ilyen blokkokra volt osztva. És akkor, hogy kiveszel valamit, akkor ott ugye felszabadul a hely. És akkor értelmesen kéne, itt van egy ilyen puska. A fegyverben biztos van lőszer. Ezt lehet, hogy átrakom ezt a szóval kiütött, minek tartom? Ezt droppoljuk már a francba, nem? Akkor az ilyen... Ez micsoda? Ez jó, scope az már megkapásból, akkor meg... Ha még mindig nincs hely, hát hova? Mekkora hely kell neked, bazze? Oda? Oda befér. Jó, oké. Okay. Nézzük, hogy ezt... Erre rá kéne rakni ezt a scope-ot, ezt hogy tudom megoldani? Ja, lehet, hogy kézbe kéne menni, pillanat. Meg a flashlightot lehet, hogy rá lehet rakni a gyerekek. Csak itt benne vagyok, itt keveredben, nem ilyen. Ja, azt lehet oda csak, aha, értem. Ezt a kést át lehet ide. Ezt meg akkor át lehet ide. És akkor valamivel gondolom lehet itt szerelgetni, csak nem tudom mivel elvárjatok. A T-vel, igen, a T-vel nagyon jó. És akkor ezt fel tudom rakni ide. És akkor, ez mi ott az elején? Bará. Taktika. Kita, ja, izé, minden szart tudnék. És akkor most kivettem a lőszert, Franko. Van egy 28-as tárom, ami jó. Jó, oké. Okay. És van egy ilyen. Egy ilyenem. Ami nem olyan rossz. Oké, okay, ez jó. Bár nem ezt fogom használni. Ez micsoda? Ott, jó, ott a kés. Nem tudom felrakni ezt rá. Valahogy nem lehet rakni, várjátok. Craftnál esetleg. Lőszer. Igen. Először fegyver esetleg, vagy mi? Na, utána nézek itt. Egy zseblámpát nem lehet rászerelni erre a szar. Vagy ez külön-külön olyan kell. Mi van itt össze-vissza? Ez a védelmi berendezések. Nagyon jó. Oké. Okay. Hát most már korral sötét van. Várjatok? Ide rakok egy elemlámpát. Így. És akkor legalább látunk. És akkor összeszedem a többi lútot. Hú, ez tök jó különben, hogy találtam ilyet, nem? Ez jónak számít szerintem. Maximum akkor majd nem tudom, hogy oldom be. Megpróbálom kerülni a zombikat. Gatya. Ez a kerítés az jó. Felszerelem az autóra majd ám. Ugye körbe lehet így rakni rá. És akkor sebződnek a zombik. Ott még vannak zombik, jó? Nem akarom ellőni a lőszert. Na, és kb. Éjfél van. Jó hosszú az éjszaka, na. Fú, várjatok, ezt én inkább úgy csinálom, hogy... ezt visszarakom ide, és akkor majd használom később, most nem akarom elhasználni, teljesen jó meg vagyok ezzel a dologgal. Kiírtok itt mindenkit, és akkor belutolunk mindent, és akkor reggel kezdjük a mókát. Ó, nem tudom, honnan szerezek egy benzines kannát. Várjatok, melyiket nyírjuk ki először, ezt kéne. Hol van, gyere? Hát, annyira nem rossz, de lehetne jobb is. El kéne osztani a skill pontokat.
Az a szuper, hogy itt nem mozognak a zombik. Legalábbis olyan eddig úgy vettem észre. Na, mi van itt? Jaj, lehet ugrálni is. Ah, nagyon jó. Ez mi az overkill? Rakjuk erre. Szerintem ez az ütéshez kapcsolódik, ugye? Ez az izé, aha, az ilyen célzás, meg ilyen hülyeség. Overkill. Ez igen, ez lesz az ütés. Nekem most egyelőre arra van szükségem, mert csak olyan fegyverem van leginkább. Most meg kipróbálom, hogy jobban hat a fegyver. Nem tűnik úgy. De még mindig nem haltunk meg, úgyhogy olyan örülök neki. Jó, és akkor abban a toronyban benézek, meg az összes toronyban, elvileg abban az egy toronyban voltam ott, a jobb szélsőben, hogy mondjam abba. Na gyertek, melyik vesz észre előbb? Okay. Ezt lehet, hogy normál zombit egy hitelen élök is így, hogyha már egy kicsit felhúztam ezt a... ezek a futkozó zombik, appa, ezt egy hitelte. Jó. Ja, és nem mindegyikőtöknek tetszett ez a játék, az vettem észre kommentekbe. Hát, igen, a grafika az olyan, amilyen, de különben annyira nem lesz. Hát igen, egy ilyen daisy-s beütésű. Ez a szöges drót, ez nagyon jó, az autót úgy meg fogom csinálni, gyerekek. Nagyon megtuningoljuk. Körbe rakjuk ilyen szöges dróttal, lehet, hogy akkor a hammer vigyük. Legjobb olyan lenne valami platós téma, amire tele tudnám rakni robozzal, meg ilyennel. Ugye lehet rárakni, gyakorlatilag mindent fel tudsz rakni rá, ami ilyen object. Elmegyünk a következő, azt hiszem az épületeket az összeset végignéztem. Ide érdemes lesz majd visszajárni. És azért nem furikálok az autóval, mert ugye előbb van benne. Ez biztos erősebb ez a gép. Végignézem itt az épületeket, az a biztos. Nincs van egy ilyen piszi. Ez a piszi, nem tudom, hogy lehet felnyitni az ajtát. Oppa, ez mi? Ja, ugyanilyen van, jó. Ez meg van ilyen, nem? Ja. Jó, kevés üzemanyag van bennük. Ó, itt mi történt? Ott egy tank. Felborulva. Na, gyere. Bocs, srácok, ez az éjszaka, ugye egyáltalán nem lehet átlépni. Hiába alszol vagy akármi. Hoppá, itt van egy izé. Lass itt, valakik vannak itt. Jó, ez egy hiteli, ez nagyon jó. Mi volt nála? Ki is. Hú, ezeket nagyon szeretem, ezeket a szöges drótokat. Nincs semmi más. Hoppá, itt egy M16-os megint. És amit nem bírok felvenni, pedig fel kéne venni, mert biztos ki lehet tárazni, úgyhogy ha másért nem, akkor azért. Kicsit rendet rakok, aztán akkor biztos fel tudom, várjátok. Bírlanat, bocsász. Mondjuk ide. Ide beférítjük. Szép magyar szóval. Szóval akkor így most, igen, nagyon jó. És akkor ezt most megfogjuk. És akkor tével így meg tudom nézni, és akkor kitárazom. Tudnám, hol az egér, basszus, gyerekek, ilyenkor az egeret, fú, nem látod. Tökéletes, oké, ki van tárazva, akkor droppolom. Nem kell. Nem volt rajta semmilyen taktikai irányzék, meg ilyesmi, ha jól láttam. És aztán lassan kell a nap. Ó, nagyon jó, basszus, gyerekek, nagyon bírom ezt, gyerekek. Komolyan mondom, nagyon tetszik. Ide droppoltam, ugye? Hát jó, azt nem viszem magammal, semmi értelme nincsen. Kettő darab egyforma fegyvernek. Legalábbis remélem, nem azt írjátok, hogy ó, hülye, miért nem vittem magaddal, mert erre meg arra meg jó elrólna. Figyeljétek, ez lehet lopakodni, most jövök rá egyébként. Mondom, van ilyen skill. Lopakodás, és akkor hátulról frankon ne lehet nyakni a zombikat. És igen, kell a nap, és még egyszer nem törtem el a lábamat, annak örülök leginkább. De felmegyünk. Ja, semmi. Gatya. Gatya nem kell. És igen, gatyába lehet pakolni. Attól függ, mekkora gatyád van, attól függ, hogy mennyi felszerelés van be. Milyen fegyver van a gatyába. Milyen fegyver fér a gatyába. Gatya mérettől függ. Nekem nagyon bejön ez a játék, mert ahhoz képest... És itt még mindig is ékel? Az a baj, hogy nem találtam eddig egyetlen egy darab ilyen... Minek nevezik azt? Benzines kannát sem. Azzal kell még mindig megtölteni ezeket az autókat. Mármint, hogy tudom, hogy ilyen tartályokból lehet. De benzines kornával kell odaoldani, nem? Jaj! Baze!
miket csinál ez? Na jó, keljen már fel a nap. Különben kezd a trankon. Jó, elvileg viszont végignéztem mindent, ha jól tudom, amit még megnézem, ezt a helyiséget is megnéztem, nem, ezt még nem, erre gondoltam, hogy ezt nem, egyébként. Fűz, van egy csomó fűzsgál, látom, meg minden kell csinálni majd. Ez ott mi? Kés. Ez a fűzsgálátok, nem tudom, mi értelme lesz. Itt ezt megnéztem. Tök jó. Fűzsgálát, oppa, a felső ágyakon szokott lenni, ahogy látom. Csak sztaminámat retteltesen zabálja. Ide kell a izébe, a Parker. Izé, milyen franc az skill. Hát nem tudom levenni. Például a gyerekek. Anyád? Anyád? Na, levettük. Jó. Na, akkor azt kéne csinálni, megnézzük a mapot, hol vagyunk. Hol a legközelebbi város? Nem messze, ugye? Itt van. Itt egy város. Oda le kéne ugrani. Hát azt hiszem, hogy volt benzinkút, ugye? Régebben. Én valami ilyesmire emlékszem. Addig le kéne menni. Mondjuk nem tudom mivel. Menjünk a Hammerrel. Csak az a lényeg, hogy mindig ugorjunk ki a kocsiból, hogyha X-szer van, nem akarok összetörni semmilyen autót, de elvileg meg lehet javítani. Van ilyen felszerelési tárgy, az a hegesztő. Egyébként, ja, írtátok basszus, hogy miért nem nézek utána a játéknak, minden. Ismerem az alapokat, úgyhogy nem akarom teljesen kitanulni azokat a dolgokat, amik újdonságok, azokat meg szeretném így megismerni, értitek? Ja, hát ezek a katonai verdek, ezek nem valami gyorsak, viszont elég strapabíróak. Ugye vannak ilyen sportkocsik, amik nem annyira strapabíróak, viszont jó gyorsak, hát ez nekem bőven elég. Egyébként tök jó érezni a fizikát, régebben nem lehetett ennyire érezni. Mint hogy egy kicsit így ringatózna is a gép. Régebben az volt, hogy ilyen úgy mentél vele, mint hogyha ilyen kötélpályán húztak volna. Emlékeztek arra? Hoppá. Na. Jó. Megérkeztünk. Talán a zseblampa már nem kell. Emlékszem, ez le volt zárva régen, ilyen katonai katonák voltak itt a legelején. Most teljesen megváltozott. De remélem benzinkút lesz. Akkor nyert ügyünk van, és akkor megcsináljuk a lakóautót. Ott egy mentő. Lehet, hogy a mentő. Mentő. Na. Ezek a kúszó zombik, ezek kemények. Minden esetre be kéne nézni mindenhova maximum. Azt csináljuk, hogy majd kiszórunk olyan dolgokat, amik nem kellenek. Na, arra voltam kíváncsi, hogy a durability-ük nem változik ezeknek a fegyvereknek. Nem a francot, nem nézzetek, 91%-os. Aztán... Simán 100%-on voltunk, attól valami hörög. Vagy csak ide ér volna. Ez milyen hely? Ó, ez ilyen gun store. Látod már. Lőszer. Ja, ez is lőszer, aha. Ez micsoda? Fogalmam sincs, hogy mi ez, de felveszem. Ja, ez ilyen, az a revolvernek, a forgótáros revolvernek a valamilyen tárja. Hátsó ajtó nem volt, jó van, mehetünk. Nappal ki kell használni ott a mentőautó, látjátok? És ott egy benzinkút, az benzinkút, ugye? Akkor nagyon-nagyon jó. Ott valószínűleg találunk majd. Ezt szeretem ezeket, hogy hamar meghalnak. Benzinkutat szeretjük, találunk akkor ott. Na, végre kimondom, üzemanyag ilyen kannát. Hát ez mi ragasztó? Ez a ragasztó, ez a nagy mennyiségű ragasztó, nem tudom mihez kell, biztos kraftoláshoz. Na, valószínű mi. Csapassuk. Jó, itt be kéne vonzani a zombikat. Igen, ez kórház, basszus. Most nem benzinkútnak nézett ki. Hát ugyan nyitva lenne, az lenne nekem über jó. Akkor erre be tudnám rakni. Oda nézett egy orvos. Ó, de hülye voltam. Pérzek. Ki kell nyírni őket gyorsan. Anyára, hogy ezt oldalazva. Igen, és tudom, hogy vérzek, csak problémáim voltak itt. Jó van, oké. Rabdolnak köszönhetően nézzétek, így himbalózik a feje. Ilyenkor már nem lehet megütni. Mondjuk az nem jó. Nyomjuk. Nyomjuk. Egyébként annó ez a játék. Ott van a baseballzítő, de nem hiszem. Régebben a baltát szerettem különben. Ja. Majd mindjárt megnézzük, hogy ennek a hátulja nyitott-e. Csak itt körülnézek. Itt valószínűleg lesznek jó cuccok. A rádióaktivitásomat jól lenne levinni valami inekcióval.
Ez nagyon jó ilyen hátulról lopakodás és téma. Oké. Okay. Benézek ide, aztán megnézem a mentőautót, de a hátulja ennek... Ennek rohadtul nyitott, de be tudom pakolni a ládákat. Nagyon jó. Hú, akkor lehet, hogy mentőautón lesz, csak még mindig gondolom, hogy ott tartok, hogy kéne nekem mi ez. Telefonból az. Emergency doors. Jó, hát itt gondoltam, ez mi? Nem tudom, az mire jó, várjatok, hol van, hol raktam, úristen. Ez mi? Na jó van, oké. Együk meg, ezt mondjátok, megeszem. Megettem, vagy mi történt? Valami történt? Hova tűnt? Ledobtam? Ledobtam, basszus. A rádióaktivitásomat ugye levitt, vagy fölvitte. Remélem, hogy annak fölfele kell mennie. Ez is az. Szerintem ez arra jó akkor. Jó. Nem mint a szürke benne a kép? Gyerekek, mondjátok azt, hogy nem hülyeséget csináltam, hogy megittam. Tabletták, na majd mindjárt ezt megeszem. 99%. Nagyon-nagyon remélem, hogy frankó minden. 100%. Jó. Akkor jó felement. Jó van, oké. Akkor annak is 100%-nak kell lenni. Nem figyeltem, hogy mennyi volt az elején. És most már nem eszem meg az összes természetesen. Jó. Ugye a nullára csökken, akkor meghalunk. Ez mit csoda volt? Kötször. Nem, nincs hely. Csak kraftoljunk egyet, gyerekek, mert itt nincs helyünk. Kis halljátok? Mint a zombi lett volna. Pörgött. Legalábbis. Ezt felvettem egyébként, ügyesen ugrottam. Jó, végigjártuk akkor elvileg az egészet. Akkor valószínűleg mentőautó lesz a jó dolog, csak nekünk jó lenne szerezni fát. Mivel kéne kraftolnom nekem, csak azt nem tudom, hol lehet azért kraftolni, ilyen bódét, vagy mi az, a doboz. Ezt lehet, hogy hol lehet találni. Létra. Van is minden. Ez micsoda? Trágya. Hát nem tudom, gyerekek. Na mindegy, akkor alkatrész kéne. Valószínűleg, hogy kellene fát vágnom. Nem tudom, késsel is lehet-e fát vágni. Mindenképpen mai részbe fogunk fát vágni, de itt van egy tüzéptelep, úgyhogy azt még megnézhetnénk. Jó, és ha megütnek elvileg, akkor megy le a sugárzás szinte. Úgyhogy arra kell majd figyelni. Építő munkás. Tök jó, hogy mindig olyan zombi van, amilyen környéken vagyunk. Na. És néha most nem tudom, hogy én hallom-e rosszul. De mint hogyha a zombiknak izé hangja lenne. Minecraft zombi hangja. Hogy háttérbe fut a Minecraft, nem tudom, mi történik. Na, itt biztos lesznek növény. Úr, jó. Az mi? Tűzoltó telep. Hol van itt a izé? Régebben volt egy ilyen... Hogy nevezik? Gyerekek, most már biztos vagyok benne, hogy nem fog semmi elférni. Trágya pedig az is jó lenne. Lehet, hogy egy kicsit szelektálnom kéne, nem igaz? Nézzük, hát a börtönajtó az minek? És nem tudom, komolyan nem tudom, hogy minek börtönajtó nekem. Basszus, mi van itt? Jézus Mária. Ez a pisztoly, ez nem tetszik, dobom. Oké, okay, és akkor elvileg kettő ilyen elfér. Csak az a gáz, hogy ugye mindent külön szlotra rak rá, tehát látjátok. És ugye nem nagyon fér el semmi. Ha a pisztolyt dobtam, akkor én dobom ezt is. Mindent nem viszek magammal, ez van, gyerekek. Sajnálom. Így. Szídek azok talán egy-egy... Már egy-egy szlotom sincsen, basszus. Na jó, mindegy. Akkor ezt így hagyjuk, és akkor... Halljál meg már, na. Erre még kéne raknom, úgy látom, várjátok skire. Erre a közelharci skire. Hát van, jó. Hát van kell a következő, ez mindjárt azt is meg tudom csinálni. Annyi kell, hogy nekem bemegyek a tüzéptelepre, most nem futkozok össze-vissza, bemegyek a tüzéptelepre, utána megnézzük, hogy van-e valahol üzemanyag töltőállomás. És akkor elkezdjük csinálni mentőautónkat.
Én úgy nézem, hogy a mentőautó az elég jónak tűnik, mivel ott a hátuljába lehet benézni, bepakolni. Az APC is jó lenne, hogyha be lehetne, csak nem lehet. Ott ezeket se tudom vinni. Ez mi? Vasrud. Oh. És az lenne jó, tényleg a mobil mobilháznak, lakókocsi dolognak, hogy az lenne jó benne. Na hol a fasz van? Az lenne jó benne. Ja, ez egy építkezés? Ha nem, most jövök rá. Szegek, semmi nem fér el, úgyhogy most anyagolok mindent. Itt észrevett egy zombi, itt fog jönni. Hol jön? Ó, de hülye voltam, most aztán összecsalok lehet néhányat. Leakadnak ezek? Meg kéne néznem, hogy van-e valami benzinkút. Gyorsan. Ez az igazság, ha nincs benzinem, akkor hiába csinálok akármit. Mivel a mobil... Nem mobil, hanem mi az, minek nevezik? A lakóautóm azt semmit nem fog érni. Hát mert tudjátok, hát mert mit érne, hogyha nem tudok vele mozogni. Valaki már biztos ismeri a térképet és tudja, hogy itt lesz benzinkút, vagy deb lesz. Nem látok egyet se. Ott a benzinkút. Jó van, oké gyerekek, oda megpróbálok elmenni. Hopsz! Érzés. Na azt akartam még mondani, hogy ha esetleg tudjátok, hogy milyen autóval lehet még frankon, ezt miért úgy csinálom, miért nem húzom rá? Milyen autót lehetne frankon még átalakítani ilyen lakókocsival, az írja meg. Nem akarok lőni, most így gondolkozom azon, hogy mit gondoltok, hogy miért nem akarok lőni. Hát nem akarok lőni, mert félek attól, hogy akkor így minden rám jön, szóval azt most anyagolom. Egyébként van baromi sok loot, tehát nem kell annyira aggódnom az miatt, hogy amiatt, hogy kifogyok az ellátmányból. Hát egy iskola, nézzétek. Ott a rendőrautó. Na, megnézzük a rendőrkocsi is. Mert nekem eddig a mentőautó tetszik. Az APC az jobban tetszene, az a hatkerekű APC, csak azzal az a gond, hogy hátuljában nem tudok hangolni. És a tetejére rakom a ládákat, hogy néz ki? Gagyi, nem? Nagyon gagyi. Jaj, és a craft skill-t kell növelnem, mert különben nem fogok tudni craftolni dolgokat. Várjatok, várjatok. Az meg hol van? Az valahol itt, nem? Crafting. Jó, oké, és megpróbálom maxra felhúzni azt. De akkor mit akarok, ha egyszer nem fogok tudni craftolni? Gyerekek, ezek meg ilyen izé. Lepattan csávok itt a benzinkúton. Gettó tanyák. Az a rendőrautó, hát ez nem valami eres. Hátulról lapakodás tök jó különben. Remélem, hogy itt lesz izé benzines kanna, vagy nem tudom, hogy kell már tankolni, de bízom benne. Na nézzük, mi van itt. Itt nincs semmi. Imádkozzatok! Szevasz, csávó. A fekvőben 3 kell fejnek, a izében, a mászkálóban 2, a futóban 1. Coconut. Kukorica. Eladó ruha. Gyerekek, nincs benzines kanna. Most már kicsit kezdek... Kóla. Kicsit kezdek aggódni amiatt. Vagy most ez lehet, hogy nem is kell hozzá. Úgyhogy még itt hátul körülnézek, azt eljövök kocsival. Sőt, a rendőrautón kipróbálom. Úgyhogy akkor ez most hogy van? Oké. Okay. Jó. Ott a rendőr. Ó, rendőrségen lehet, hogy vannak cuccok. Rendőrruha. Hát az rendőrruhát nem akarok ilyen. Hú, de jól néz ki. Régebben szögletes kereke volt, szó szerint kocka alakú az autóknak, most már azért nem szögletes. Ha. Ilyen izé van, rabruha az van. Rendőrruha. Izé, ilyen golyóálló van egy rendőröknek, nem kell. Szóval nem tudom felvenni. Annyi cuccom van.
Jó, menjünk a francba ki. Na megpróbálom ezt a tankolást. Csináltam semmi? Nem lehet vele semmit csinálni. Basszus, honnan szerezek egy kannát? Vagy nincs? Jó, gyors különben ez a verbe. Hoppa. Nem tudom, honnan szerezek benzines kannát. Ha itt nem volt, akkor hol van? Sehol nem lesz, mi? Tűzoltóság. Na jó, hát végignézem, de ez most nagyon nem örülök ennek, hogy most... Ez nem a tűzoltóság, ez a rendőrség volt. És milyen szart csináljak? Tűzoltóbalt, ezt annyira szerettem, én ezt most nem tudom, hogy mennyire lesz jó ötlet. Ezt lecserélem, ezt kéne droppolnom. Aztán visszajövök érte, hogyha úgy van. Tűzoltóbalt, megpróbálom ezt. Ezt én nagyon-nagyon bírtam régen. Imádtam. Ez meg ilyen világító valami volt, láttam. Na, ez régen egyhitelte ezeket a magokat. Hát, ez ugyanaz, mi? Szakácsokon kipróbáljuk meg. Nem olyan rossz szám az. Végül is a kés is ugyanilyen volt, csak az... Frasz tudja. Lehet, hogy maradok a késnél. Hol raktam? Ezt eldobom, aztán akkor felveszem azt, hát nem tudom, ez nem tűnik jónak. Nem tűnik jónak. Meg ez, mint a gyorsabb lenne, bár aztán lehet, hogy csak én érzem. Vagy az ember így megszokta, hogy a kések azok gyorsabbak, mint az ilyen nagy ütőszerszámok játékokban. Kenyér. Jó, ez, majd eszek mindjárt, tudom, hogy kezdek kajás lenni egyébként. Szakácsúból paradicsom kocka alakúba. Ezt valahogy jobban érzem ezt a kést. Valahogy, mint hogy könnyebb lenne vele célozni, vagy nem tudom, nem takarja ki a képet. Gyerekek, honnan szerezzek benzines kannát? Ez most annyira nem jó, hogy nincs. Na, milyen szart csináljuk anélkül? Kraftolni kell, vagy mi a franc? Hol a következő város? Ó, itt valami... Mi az a géprok? Ez a semmire nem megyek, mi? Hú, ott van Alberton. Hát, de át tudok jutni. Menjünk a mentőautóval, aztán akkor közelebb leszek a célomhoz. A franc egye meg. 17 állai. Hát ezzel sokra nem megyek. Tök jó különben. Tök tetszene, meg frankó lenne. Megyek ezzel. Halljátok? Külső nézet, bazze. De tudko. Komolyan mondom, durálni akartam HP-tűvel. Általában azt szokott lenni a horn, nem? Vagy valami ilyesmi. Nem baj. Hász, nagyon jó. Miért? Tök jó szerintem. Gyerekek, ez jó ez a játék. Szerintem teljesen jó. Lámpa? Nagyon tuti. Úgy felszerelném ezt a gépet, gyerekek, már mindenféle tuning cuccal. Mármint így ilyen rácsokkal, meg mindennel, csak az a gond, hogy tudjátok mi a gond. És ki lehet külső nézetben maszkálni is. Beszarás. Persze nem akarok. De az a jó hecnek tudja. Itt nem volt itt benzinkút. Na menjünk tovább akkor. Elég sokáig bírja egyébként az üzemanyag, azt vettem észre. A következő város. Annyit tudok tenni, aztán hát, hogyha ott van. Jól is néz ki különben ez a mentő. Babás, tetszik nagyon, ne? Vigyázni kell rá, nem akarom kinyírni. Zombi, gyek, menjétek anyátokba, benyétek ebbe a szíves. Nem volt itt benzinkút, ugye? Nem. Ez ebben a városban nincs. Jó, most szándékosan ugye elkerülöm őket. Ha elütöm, akkor amúgy se kapok izét. XP-t. Meddig jönnek vajon? Külső nézetbe vezetek mondjuk, az tök jó. Nagyon atom. Nagyon atom. Hát egy kicsit ilyen Lego. Engem ezért emlékeztet Lego témára. És az mi? Farm? Ó, farmon is lehet, hogy lesz. Ez farm, ugye? Aha, farm. Farmok. És
Már csak 8% üzemanyag, ez a baj a gyerekek, ez a baj. Ott egy kocsi. Mondjuk lehet, hogy valami jó pick-upot lehetne itt szerezni. Megnézzük azt a másik farmot. Hát figyeljetek, itt is kell hagynom a Verdát, ha úgy van. Mert 6%-kal nem jutok sehova. És ez elég gyors is, 60 valahány kilométer per órával megy. Jó, akkor leparkolunk itt, azt kicsináljuk ezeket, azt megnézzük, nincs a benzines kannájuk. Oké. Okay. Gyönyörű a mentő, imádom, tetszik. Ilyen jó kis bedeszizét lehetne belőle csinálni, lakóbuszt. Ládát meg mindent. Rászállni, gyertek! Ez egy kicsit vicc, hogy mindenkinek ugyanannyi ütés kell, már mint hogy ott egy Jeep, az jó néz ki. Kicsit úgy csinálnám meg, hogy azért mit tudom, hogy a katona az többet bírja, nem? Vagy úgy van megcsinálva, csak hogy ott egy láncfűrész benn különben, most látom. Ott benne az ablakon benn volt egy láncfűrész. Ki akarok ittani mindenkit, azt megnézzük. Egy, kettő, három. Jó, mert ki lehet számolni mindenkinek, mennyi kell. Ha eltalálod, akkor Franko, mi van itt? Nyílvessző. Jó. Gatya, bú, basszus, van itt minden. És nem... Ne haragudjatok, nem fogok mindent megpróbálni felutolni, mert úgyse tudok. És ide lehetne ültetni, írtátok, hogy ez tök jó hely lenne. Meg itt van ez az autó. Hát ez nem olyan rossz, de annyira nem jön be. Na nézzük, mi van itt. Láttam egy izét. Ott a láncfűrész bent. Tök jó. Fine. És ott egy gyilpuska is, meg van egy láncfűrész. Na most aztán tényleg mi kell. Szelektálni kell. Felmegyek az emeletre, megnézem, mi van még. Ezt mit csinál? Kés, meg különböző mindenféle zöldségek. Nem veszem fel őket, mert tényleg akármikor lootolhatok ilyeneket. Jó, nincs semmi extra. Oké, okay, akkor most jön az, hogy az inventoryból eltüntetünk, amit lehet. Ez mi? És most utáljatok, gyerekek, de nekem erre annyira van szükségem, mint szar a zseb, vagy annyira kell, mint szar a zsebbe nekem ez. Úgyhogy ezek a green smoke gránát, meg a zöld smoke gránát nekem nem kellenek. Ezt is kibaszom innen. Ezt is lila gránát, meg ezeket a késeket. Minek nekem ilyen kés? Nem kell, gyerekek. Ez se kell. Egyet használok, aztán csá. És akkor most egy kicsit így rendezkedés, így folyamat van. Ezt utáljátok érte, de ezt meg kell tennem, mert minden szar tele van. Ezeket el akarom ültetni, ezeket a magokat, mielőtt kérdezitek. Ezt meg kéne innom. Szunk egy csomót, megiszom majd az összeset, vagy nem tudom. Aha, igen, meg is ittam az összeset, jó. Akkor itt ezeket is összerakom. Ez micsoda? Tojások, ezt meg lehet enni? Az a baj, hogy valamik mérgezőek, úgyhogy arra vigyázni kéne. Jó, ez is maradt, ez is maradt, ez itt marad. Így összepakolok, aztán akkor talán lesz egy kicsit több helyünk. Ja, a trágyát azt azért fordom, mert majd akarok belőle csinálni ezért. Ültetni. Bár aztán lehet, hogy az is hülyeség, hogy azt is magammal viszem. Ezt is eldobom. Nem igaz, az is lehet, hogy barnaság. Minek hordom magammal? Ez is fekete gránát. Nem kell. Hát a szeg az kell, hát a kraftoláshoz. Ugye. Jó, így most már alakulnak a helyek. Megint friss gránátok. És szerintem friss gránát ugye az nem halálos, ez csak ilyen jelző gránát, úgyhogy... Hát ez se kell. Az ilyeneket meg el kell dobnom, mindig elfelejtem. Ez se kell. Konyhagés, meg ilyen hülyeségek. Jó, ez amit tudok csinálni? Jó. Nincs semmi bajunk tőle, Franco. Nem tudom, hány százalékig jók ezek a különböző kaják. Hát ez se kell. Mondom, majd szerek, ha kell. Úgyhogy ne írjátok azt, hogy miért dobtad ki ezt, miért dobtad ki azt, mert nem kell. Kalapács. Ez azt írja, hogy ház körüli munkához. Most ez igaz, vagy csak ilyen kamuszöveg? Vagy csak fegyver? Ez mi? Hát gyerekek, szerintem ez ilyen kamudoma. Úgyhogy ezeket dobom ki. Úgyhogy nem kell. Hopsz, azt kidobtam, basszus, hogy valamit kidobtam, nem? Egy is ki lehet dobni ott ezt a glút. Jó, azt pont odarakta, tökéletes. És akkor itt van egy csomó helyünk most. Jaj, milyen meg van itt. Társcső téma.
Összepakolok mindent, azt akkor így frankón így átlátható szeget. Az a baj, nem rak semmit ki egy szlotra. Már mint kettő szeget nem rak egy pakba már be. Az a gáz így. Fá, passzus, mennyi cuccom van, gyerekek. A régen fel annyit nem lehetett hordani. Jó, akkor még a ja, azt hittem, hogy a sapkába is lehet pakolni, de nem. Na, akkor ugye itt van ez a kettő helyen most is szabad. Nézzük meg, van-e olyan, ami nem, ami kell? Hát szerintem nem, mind hülyeség, jó. Nem veszek fel semmit, most ilyen magukat sem, meg ilyeneket se, hanem inkább megyünk tovább. Ugye a benzines kanna most az elsődleges direktíva. Ugye a kaját azt kellett volna ennem mondjuk. Nincs semmi kajám, komolyan? Nincs semmi kajám. Úgyhogy kaját, hogyha találunk, akkor ezt megesszük. Ja, ezt akartam felvenni természetesen. És akkor ehhez ugye kell majd szereznem nyílveszőket, amit tudok csinálni, úgyhogy az jó lesz. Jó, oké, ezt lehet, hogy fogom használni. Ja, meg ezt akartam felvenni, igen. És akkor ezt nézzük már meg, hogy ez milyen. Ebben nem kell üzemanyag? Régen kell. Ja, régen se kellett, ugye? Nagyon jó. Akkor tudok majd fát vágni nagyon gyorsan. Ez tuti. Oké. Jó, viszont... Oké. Rendben, megvan mindenem. Hát kéne menni másik farmra is. Úgy látom, hogy itt nem volt üzemanyag. A mentőt azt kénytelen vagyok itt hagyni. Várjátok, arra nincs semmi. De arra van a város. Lehet, hogy a városba menjünk. Menjünk a városba. Egy benzinkúton csak nagyobb esély van rá, nem? Hogy találok. Ó, elnézést. A mentőt itt hagyom. És a mentőért fogok visszajönni, mert nekem a mentő kell. Mondjuk, álljunk meg, itt van közelben a város. Lehet, hogy megyek a mentővel. És az a jó, hogy a kilépsz, a map szépen menti a, vagy a, ugye, ja, menti a map magát. Tehát, frankon, itt a város, gyerekek, itt ugye. Frankon tudsz tovább játszani, minden ugyanott marad. Még az autók is, minden. A tárgyaid azt hiszem, hogy ha resetelődik a map, akkor eltűnnek, legalábbis a régi verzióban így volt. Na, nézzük. Oké. Okay. Ja, resetelődik a map, az azt jelenti, hogy ugye, hogy elindítod a játékot újra, akkor így eltűnnek. Na, benézek ide-oda. Jó, glút nem veszek fel többet, mert azt sem tudom, mire jön. Most itt is minden, abban rengeteg van, nem is tudom, minek cipelem magammal. Ja, ezért kéne nekem nagyon-nagyon gyorsan egy darab benzines kanna, hogy tudjak tankolni, és legyen értelme az autónak. Ja. Gyerekek, itt ez van, laknak bőven, nem? Nagyon jó, nagyon jó. Majd ezért kell, fából tudok csinálni nyilvesszők. Meg talán szegből? Fa meg szeg, vagy pedig csak sima fa? Meg ezt a kést, ezt lehet, hogy meg kell javítanom, nézzük meg. 57%, akkor még bírja. Nem tudom, hogy elvileg nem romlott az ütési képessége. Ó! Oh. Ó! Oh. Anyád! Anyád! Macak, ebből nincs sok a nincs sok a mosztán, az ezt elvisz. Mi az? Hokiütő. Na, hol van egy benzinkút? Nem látok egy bűnös benzinkutat sehol, gyerekek. Ott van egy benzinkut. Jó, menjünk oda. Tűzoltó autó, vaz! Ez mekkora? Meg kell nézni, ez mekkora, aztán akkor ez lehet, hogy jobb. Ez nagyon basszus. Ez hatkerekű. És nincsen nyitott hátulja. Ezt úgy utálom. Ennek lenne nyitott a hátulja, az tök jó, be tudnék pakolni. A franc egyen meg ebbe az egészbe. Egy ilyen terrautó, nincs ilyen platós terrautó valahol, gyerekek, nem tudtok róla? Hát ezek pick-upok, nem? Mik itt vannak, vagy csak ezek ilyen sportkocsik, azt a motorháztató olyan hosszú, ott. Varítom. Nagyon jó érdekes, teljesen jó el lehet tenni közel a fegyverre, nem úgy, mint más játékokban. Na, ezt a futó zombit, ezt ide csalom, mert ez, hogyha észrevesz, nagyon hamar idején. Ja, erre ezekre gondoltam, ezek valami sportkocsik? Azok nem. Az igen, ragdoll, az tudja a dolgát. És ott szemben mi van? Várjátok. Ott van valami azon a szigeten, látjátok? Ez mi van ott? Várjátok, van nekem távcsőm, mindjárt megnézzük csak. 200 évvel, amire előkaparom. Mindig így akarom azt egyszerűbb így.
Lol. Ott egy vár. Lehet, hogy túlélők, vagy mi? Tényleg NPC-k nincsenek a játékban. Csak zombik. Elnézést. Én az ilyen sportkocsi, azt hittem, hogy itt az eleje a hátulja, és akkor itt az plató, aztán nem. Ilyen konkrét platós kocsi nincs, és tök gáz. A gyerekek, ez már járda, halljátok, ezt figyeljétek. Itt lepatkázod a Verdád véget. Nem a felnit megy tönkre, hanem a teteje az autónak is megkudorik. Ó, ja, ez három. Hides. És a kocsikat, hogyha szétverem, akkor kapok ilyen metált, de most nem akarom szétverni, mert nem kell ilyen metál. Fehér, izé, nézzétek! Pickup! Ez egy pickup. Na, ez lakóautónak még talán jobb lenne? Végül is nem, feltétlenül. Na nézzük! Jó, autó! Emelő! Javító, autójavító cucc, meg autó, ez kell nekem, ez a kettő, kocsi, gyerekek, lakóautóval fogok menni, mindenképp kell emelő, meg ilyen javító dolog. Úgyhogy ez jó. Viszont adj egy benzines kannát. Innen látom a benzines kannát, meg vagyunk menve, gyerekek, innen már mindenképp a lakóautó projektet fogjuk folytatni, vagyis csinálni. Na, hallja meg, mindig elfelejtem, hogy ez hármas, itt a benzines kanna. Jó, nem kell sem, ezt lopom. Lopnám, várjátok. Hát kell megint variálni. Ezt az a baj, ezeket nem lehet elfordítani, pedig akkor tök jó lenne. Na, mit kéne itt variálni? De berakok ilyeneket. Ezt akkor oda befér a benzines kanna, biztos. Ez az. És akkor viszek is benne, egy kis benyát. Tele volt, vagy nem volt tele, gyerek? Na mindegy. Viszont tele van. Jó. És akkor menjünk ki ezzel a pick-up-pal. Oh, no! El, gyerekek! Ó, külső nézetben vagyok. Ó, nincs fegyverem. Ó, megütött. Franc egyen meg. Na, kraftolást kéne még erőltetni, mindjárt várjátok, ezt kinyírom, mert ez rendetlenkedik. Na, jó, oké. Kraftolást fel kéne húzni, crafting skill-t elfelejtettem, igen. Igen, és akkor maxon van, az nagyon jó. Mit kéne még, ez mi? Ha gyorsabban vágom a fákat. Ja. Hú. 17% kaja, úgyhogy a basszus kaját kéne szereznem. Itt biztos van a benzinkutak, szokott lenni benzinkutakon. Kéne egy kis kaja, aztán húzunk. Nincs kaja? Kaja. Itt van egy kaja. Gyorsan azokat összekapom. Répa, meg ilyesmi, meg eszem. Ez mi? Juice. Ez piának talál meg szerintem. Hát ez nem jó, ez romlott. Ott egy répa, ezt felugrok érte. Ja, nem is kell, de nem is jó. Oké, ez mi? Kukorica? Nem, sajt. Oké, ezeket megeszem gyorsan. A répa 44%, ez lehet, hogy... Aha, ez mérgező volt. Ami ilyen sárga-piros már, az mérgező, úgy látom. Megiszom ezt is. Jó. Mi volt még? Valamit még vettem, sajtot. Hát ez nem nagyon növelte a... Ja, itt van ez a candy bar. Jó, hát ez sem nagyon növelte a kajaszintemet. Jó, ez így szerintem. Ezek nem kell, mik ezek? Ezek ilyen ezek? Ezek ilyen világító hülyeségek. Van hára, nem kell. Na, menjünk. A kocsiknak... Oh, shit. A kocsiknak a izéje... durability-je, hogy mennyire bírja azt, mennyi HP-je van, azt nem lehet látni, gyerekek. Igazából mindig javítani kell azt az adatúti, nem? Na, akkor lakó, autó, téma, ő lesz a lakóautó, és akkor tankoljuk meg. És már is az üzemanyag szintje 28%-a, még be kell menni majd. Igazából most már jó, mert mindenféle tartályból tudjuk tankolni. Meg kéne javítanom ezt az olyan fontosabb dolgokat, amik nekem nagyon kellenek. Például ez nagyon kell, úgyhogy ezt nem szabad elhanyagolni. Ja, 4 darab üzé kell hozzá. Aha. Jó, ilyen metázt majd kell szereznem, most egyelőre nem az a direktíva, hanem az, hogy tudjátok, mit fogok csinálni? Fel fogom egy kicsit fejleszteni a Verdát, ilyenekkel, ilyen drótokkal. Ugye ezeket fel tudom rakni erre is, nagyon jó, nagyon azt az gyerek. Így végig fogom rakni ilyen drótkerítésre, alul felül minden, és akkor ugye nem fognak tudni hozzájönni a zombék. Ez nagyon azt, nagyon bírom. Nagyon-nagyon tudi lesz. De, srácok, most kicsit utálni fogtuk, de ez csak a következő részben. A következő részben akkor megcsináljuk a vágok fát, itt van igazából fa, és nem tudom hány óra lehet.
Már lehet, hogy megy le a nap. Na mindegy, meg fogom csinálni a minek nevezik? Chesteket, és akkor ide berakok, szerintem kettős chest az befér oda, meg esetleg a tetejére is, és akkor megcsináljuk a gépre, rakunk ilyen körbe ilyen izét, megcsináljuk ilyen túlélő mobilra a verandát. Na meg nekem van ugye most ilyen ideje, az is nagyon tudi, mondom, hogy micsoda. Hol van, hol rakta, az is fontos nekem nagyon. Várjatok, basszus, valamit elhagytam. Valamit elhagytam, hol van az a javító cucc? Volt nekem egy ilyen izém, az a... Ja, itt van a hegesztő. Jaj, de jó, berakta ide. És akkor ezzel ugye meg lehet javítani. Most ez... Ez akármeddig hegeszti. Vagy ez nem volt sérült. Nézzük meg, ez biztos sérült. Az a baj, nem lehet tudni, hogy most én nem tudom. Nem tudom megállapítani, hogy mennyire sérült. Jó van, oké, gyerekek. Szerintem akkor ez a gameplay ennyi volt, akkor a következő részben a mentőautónkat, ha csak nem mondtok valami jobb járművet, nem tudom, valami platós, nem ez a platós, ez a pickup, mert ez nem tetszik, hanem valami nagy platós gép nincsen, vagy pedig az NPC-nek nem lehet kinyitani a hátulját, vagy pedig nem lehet kinyitani a izének a hátulját. De régebben a gyerekek ezekben az autókban többen lehetett ülni, nem? Most is lehet többen ülni? Egyes, kettős gomb, vagy mivel? Egy F1, F2, vagy mivel lehet átülni? Nem tudom. Na mindegy. Köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszik a gameplay. Akkor következő részben várlak benneteket itt a kocsi tuningulós része, ilyen Pimp My Ride-os része. Na, sziasztok!